Sziasztok! Köszöntelek benneteket egy átalakítós videóban, ami szerintem nagyon régen volt már a csatornán, és én imádom az ilyen átalakításokat, még akkor is, hogyha nem túl nagy átalakításról van szó, de mégis valamelyest látványos, illetve örömet okoz az átalakítónak, illetve a felújítónak. És ebben a videóban azt fogjátok látni, hogy az ősszel, hát azt hiszem, hogy ősszel volt, amikor megvette Gábor ezt a kis padocskát a kertbe. Ezt a padot hogyan újítottuk fel, hogyan tettük egy picit maivá, szóval ezt fogjátok látni ebben a részben. Ha érdekel benneteket, akkor tartsatok velem. Szerettünk volna mindenképpen egy padot a kertbe, ezt szerintem el is fogom mondani majd, mert be fogom ide vágni azt a videó részletet, amit akkor ősszel felvettem, hogy lássátok azt, hogy hogy nézett ki korábban a pad, mert voltam olyan béna, hogy előtte, most a felújítás előtt nem kezdtem el videózni, tehát nem vettem föl azt a részt, amikor elkezdjük, és ezért azt találtam ki, hogy bevágom azt, amikor megvettük. Nagy nehezen megtaláltam, mert magam se tudtam, hogy melyik vlogban volt, mindegy, sikerült. És megint csak beszélek, és nem tudom, hogy hol kezdtem a mondatot. Na mindegy, szóval szerettünk volna egy padot, ez a lényeg a kertbe. És ez egy ilyen vasúti pad, vagy nem is tudom, hogy hogy mondják ezeket, vagy hogy nevezik ezeket. És azt gondoltuk, hogy ez majd jól fog mutatni a kertben, egy kicsit felújítjuk, és hát így is történt. Na most volt egy olyan elgondolás, hogy minden lécet más színűre fogunk festeni, és akkor ez egy ilyen tök vidám pad lesz. Aztán utána meg az volt az elgondolás, hogy olyan színű lazúrral lesz lekezelve, mint a sufni. És végül én ugye azt találtam ki, hogy azt szeretném, hogyha a váz fekete lenne, a lécek pedig natúr színűek lennének. Na most akkor ehhez képest az történt, hogy ugye nekiestünk és elkezdtük a felújítást, de mivel ezek már annyira régi fák, hiába csiszolt a Gábor, egyszerűen nem jött le róla már ez a sötét fa réteg, vagy ez a szín, nem tudom, hogy talán akácfa lehet, mindenképpen valami keményebb fa, és nem jött már ez le róla. Meg látjátok majd a videóban is, hogy mit küzdöttem én is a festéknek a lecsiszolásával, illetve lekapirgálásával a vázról. És ráadásul nagyon meleg is volt, akkor még le is égtem. Látjátok majd, hogy milyen hipóreklám vagyok. Mindegy, nem érdekes, ez van. Az a lényeg, hogy az eredeti tervem az volt nekem, hogy olyan színű lesz, mint a sufni, és végül ilyen is lett. Tehát ez a vicc az egészben, hogy ahogy az elején kitaláltam, olyan lett. De még az is nagyon tetszett volna, hogyha szürke színűek a lécek, tehát ez a világos szürke nekem nagyon tetszik, olyan, mint amilyen az előszobában a függönyünk, vagy mint amilyen az előszoba fal, vagy minek mondják, azt fogasfal. Az is egy ilyen világos szürke, még az nagyon tetszik. Hát majd legközelebb maximum, hogyha lefestjük, akkor olyan lesz. De most annyi történt, hogy ugye Gábor lecsiszolta a léceket, és akkor utána több rétegben átlakkozta, megint lecsiszolta, lakkozta, csiszolta, lakkozta, tudjátok, ahogy szoktuk. És most egy ilyen nagyon szép kis sima csillogós felületet kaptunk, ami nem tudom majd meddig marad így, mert olyan helyre tervezem rakni, ahol sajnos ki lesz téve az időjárásnak. És biztos, hogy hamar meg fog látszani majd rajta a kopás. De nagyon-nagyon örülök neki, hogy sikerült ezt megcsinálni, de nem is beszélek tovább. Ja, majd valahova ide vagy ide beteszek egy képet arról, hogy hogy nézett ki, de nem biztos, mert úgyis látni fogjátok a videóban, szóval teljesen felesleges. Úgyhogy nézzük is akkor, hogy hogy estünk neki ennek a padnak. Van ez a kis csodapad, ami ugye nyilván látszik, hogy felújításra vár. Ezt Gábor vette egy bácsitól 5000 forintért. Azt gondolom, hogy 5000 forintot megér, igazából le kell csiszolni, és utána pedig lazúrral le fogjuk kenni, valószínűleg azzal a lazúrral, amilyen a sufni. És úgy tök jól fog kinézni majd. És ilyen, hát látjátok, ilyen elég kopottas szegényke. De majd nagyon szép lesz. És hát nagyon nagy, és tök jó nagy az ülőfelülete is, tehát elég széles. Úgyhogy szerintem egy nagyon kis kényelmes padocska lesz, ami majd kikerül a kertbe.
Közben láthatjátok, hogy kitavaszodott, és itt az első lépés az volt, hogy Gábor megpróbálta flexel levágni a csavarokat, mert sehogy máshogy nem lehetett kiszedni. Aztán végül kalapáccsal és vésővel sikerült eltávolítani őket, utána lecsiszolta a léceket, amiket ugye lecsavarozott. Mivel nem fenyőről van szó, ezért nem lett teljesen világos a fa, de így is nagyon szép színe van szerintem. Aztán itt láthatjátok, ahogy szerencsétlenkedek, hogy levakarjam a maradék festék réteget erről a vas szerkezetről. Hát elég hosszadalmas volt, de végül sikerült. És utána Gábor átment még ezen is a csiszolóval, hogy ezeket a maradékokat eltávolítsa róla. Utána pedig már jöhetett az alapozó, illetve a fekete festék, és ezzel két rétegben kente le Gábor ezt a vázat, vagy nem is tudom, minek mondják ezt. Hát váz, igen, ez egy vasváz, nem? Na, nagyon kis pofás. És akkor erre rámennek a natúr lécek, amelyek egy kicsit sötétebbek lettek, de hát a régi fa, az már csak ilyen, nem lehetett rendesen lecsiszolni róla, de szerintem tök jó lett. Megvettük a csavarokat is a padhoz. Ezek az ilyen nagyfejű csavarok, nem tudom, hogy hívják őket pontosan, de jó sok kell belőle, és akkor hát terveim szerint ezt lefesteném majd feketére, ami ugye itt kiáll. Majd attól függ, hogy hogy fog kinézni, meg mennyire tudjuk majd belemélyezteni a fába, majd az kiderül. De most már tulajdonképpen csak annyi van, hogy megszáradt a padnak a váza is, meg megszáradtak a lécek is, úgyhogy tulajdonképpen össze kell csavarozni majd, és majd utána mehet a helyére. Nagyon várom már ezt a kis padocskát. Szerintem már az előző felvételeken is láthattátok, hogy mennyire odáig vagyok ezért a padért. Imádom minden egyes részletét, és nagyon örülök neki, hogy úgy döntöttünk, hogy nem cseréljük ki a léceket, mert szerintem így néz ki nagyon jól, hogy tulajdonképpen megújult, de mégis megmaradt az a régi varázsa. És még az jutott eszembe, hogy ezt nézzétek meg, ugye mondtam, hogy ez valami régi vasúti pad lehetett, mert van hozzá egy ilyen hamutál, vagy nem tudom micsoda, és ide rá van írva, hogy hulladék, tök jól néz ki, és ezt is még fel lehet ráfogatni, ezt majd még kitalálom, mert most egyelőre még azt se tudom, hogy ezeket a kis csavarokat le fogom-e festeni feketére, mert most egész jól megbarátkoztam ezzel a króm színnel. Pláne, hogyha még ezt is ráraknánk, jó, nyilván ezt is le kell takarítani, mert látjátok, tiszta pókháló még, meg le kell ezt is csiszolni, ha rárakjuk, de hogy ez milyen nehéz. Tök jó pofa szerintem, és itt tényleg olyan lenne, mint ahogy régen kinézett. Na, ezt most leraktam, mert nagyon nehéz. Nagyon-nagyon tetszik az, hogy ilyen teljesen rusztikus maradt, vagy rusztikus lett. Amúgy is tudjátok rólam, hogy én nagyon szeretem ezt a stílust. Tényleg olyan érdekes abba belegondolni, hogy minden egyes ilyen régi darabnak, régi bútor darabnak milyen története lehet, és hogy
Itt egy lény. Menj innen! És hogy hány ember ülhetett rajta, és mióta állhatott ott az a pad, mióta állhatott ott ez a pad, amióta ott állt, ahol állt, hányan tették le rá a csomagjukat, hány szerelmes csók csattant el esetleg ezen a padon, amikor a fiú kikísérte mondjuk a lányt a vasútállomásra, ha ott állt, fogalmam sincs, hogy ott állt ez a pad, de annyira jó ezekbe belegondolni, és így elmélázni rajta egy kicsit, mert olyan fontosak szerintem ezek a dolgok, hogy így megmaradjanak. És én nem vagyok az a típus, aki azt mondja, hogy hú, régen milyen, minden milyen jó volt, meg hú, de jó lenne, hogyha visszamennénk az időben, mert én szeretem a fejlődést, viszont szeretem ezt is, hogy mindig az új dolgokba egy kis régit belecsempészni, mert annak mindig van valami varázsa szerintem. Nagyon örülök, hogy sikerült ezt megcsinálnunk, és hogy rábukkant Gábor erre a padocskára, és remélem, hogy életünk végéig kiszolgál bennünket. Néha majd felújítjuk, lecsiszoljuk, lelakkozzuk, vagy átfestjük valamilyen színre, de szerintem most ő is boldog, hogy megújulhatott. Szóval, amikor azt mondom, hogy minden egyes részletét imádom, akkor ilyenekre gondolok, hogy itt például van benne egy repedés. Látjátok, ilyen tök egyedi az egész. Itt is van benne egy nagy facsomó. Hát ezt imádom. Mondtam Gábornak, hogy azért óvatosan üljön rá, nehogy ráhuppanjon, és nekem ez itt tönkre menjen. Akkor itt volt egy része, onnan csak úgy tudtuk levenni, képzeljétek el a fát, hogy átlukadt a fa. Azért Gábor ide tett egy ilyen csodálatosan szép alátétet, de ez úgysem fog látszani, mert szerintem ide fogok majd rakni egy párnát. Meg lehet, hogy ne lesz festve, azt majd még kitalálom, tényleg nem tudom. És hogy tényleg most megújult ezekkel a csavarokkal is. Ja, Istenem, nagyon-nagyon tetszik. Imádom, imádom. És most olyan rossz, hogy nem mutatom meg nektek így egyben, mert olyan, mintha csalás lenne ez a videó, hogy előtte-utána, mert ennél a fénynél, meg itt a fehér falnál szerintem tökre nem látszik a különbség. De nem tudom, lehet, hogy majd kivisszük, lefotózom a szabadban, vagy ott csinálok még valami felvételt, és akkor látjátok talán a különbséget, de tényleg nem akarom így most lelőni a poént. Nem minthogyha olyan húha, akármi nagy durranás lenne. Viszont még ezt megmutatom, hogyha régóta követtek, akkor emlékeztek erre a helyes kis éjjeli szekrényre, ami egy régi kis hokedli volt. És hát ez most már jó ideje nincsen a hálószobában, hanem a spejzban volt. És azt találtam ki, hogy ezt fogom majd a pad mellé tenni. És akkor arra, mit tudom én, hogyha valaki kiül a padra egy kávéval, akkor le tudja rakni erre a kis asztalkára. Tehát most ez a hokedli átalakul, és asztalkaként fog funkcionálni, ami szerintem megint egy tök jó dolog, mert ugye ez is ilyen régi új. Teljesen úgy emlékeztem, hogy ez sötétebb. Na, és az a lényeg egyébként, hogy én ilyen natúrt szerettem volna a padnak, tehát ezt a natúr szint akartam így a feketével kombinálni, ahogy itt is látható, de tök mindegy, ennek is örülök, hogy ilyen lett. Lehet, hogy így jobb. Annyira idegesítő, hogy pont bejött megint egy dongó. Mennyi? Nem! Jó, tök mindegy, ez a tavasz. Örüljünk neki, hogy bejött egy dongó. Örülök is. Na, tehát ez fog majd a pad mellé kerülni terveim szerint. Aztán majd meglátjuk, hogy hogy lesz. De itt nézzétek meg, milyen szépen fénylik. Csodálatos. Tök jó lakkozott illata van. Nagyon szívembe zártam már ezt a padocskát már most. Nagyon-nagyon jól fog mutatni ott, ahol elképzeltem, hogy lesz. De ezt ti már csak egy következő videóban fogjátok látni, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rá, hogy hova kerül ez a kis csodapad, akkor mindenképpen tartsatok velem a következő videóban is. Addig is élvezzétek a tavaszt és vigyázzatok magatokra. Köszönöm, hogy itt voltatok ebben a videóban is. Sziasztok!